Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Pazarlóan. Megszáradt kifli, megromlott joghurt, megpenészedett sajdarab. Szinte naponta dobunk a kukába megmaradt élelmiszereket, ami egy-egy család esetében nem is tűnik soknak. Ám ha egy egész évet nézünk, akkor megdöbbentő adatokat kapunk. Csak Magyarországon 1,8 millió tonna élelmiszer hulladékot termelünk évente. A legpazarlóbbak az Egyesült Államokban élők. Ott egy 4 fős család havonta 50 kiló ételt dob ki. Az élet minden területén a fenntarthatóságra törekszünk. Miért nem gondolkodunk tudatosan, amikor élelmiszerről van szó? Miért szeretünk 2-3-szor annyi ételt vásárolni, mint amennyit ténylegesen elfogyasztunk? Ma az emberiség globálisan jóval több természeti erőforrást fogyaszt el, mint amit tulajdonképpen időszakosan rendelkezésünkre állna. Ebből kifolyólag ugye a jövő nemzedékeknek a lehetőségeit fogyasztjuk, azaz összességében a természeti tőkét csökkentjük. Tehát ezért egy nagyon fontos szempont, hogy tulajdonképpen az emberi tevékenységeket összességükben valahogy úgy alakítsuk ki, hogy ezek beleférjenek az ökológiai korlátokba. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy feltétlenül le kell adnunk a jólétünkből, hanem azt, hogy ezt a jólétet egy kicsit nagyobb odafigyeléssel, adott esetben más technológiákkal, adott esetben más fogyasztói szokásokkal érjük el. Az Élelmiszerbank mozgalom a 60-as években indult az Egyesült Államokból. A mozgalom tagjai ma már 21 európai országban vannak jelen, így Magyarországon is. A hipermarketekben, feldolgozó üzemekben feleslegessé vált és megsemmisítés előtt álló élelmiszereket gyűjtik össze, amelyek kereskedelmi forgalomban nem hozhatók, de minőségileg még fogyaszthatók. Nem csak tartós élelmiszereket, hanem tejtermékeket, húst, zöldséget és gyümölcsöt is eljuttatnak a rászorulóknak. Az Élelmiszerbank partnerszervezetekkel dolgozik együtt az eljuttatásban. Mi nem magánszemélyeknek osztunk, hanem szervezeteken keresztül juttatjuk el ezeket az adományokat. Ezen szervezetek között nagyon sokfajta szervezet van. Vannak, akik rászoruló gyerekekkel, családokkal, idősekkel, hajléktalanokkal, betegekkel foglalkoznak. Összesen 500 ilyen szervezettel vagyunk együttműködésben, és ők Magyarországon körülbelül 500 ezer embert látnak el. Ezen a hálózaton keresztül tudunk mi évente mondjuk 2-3 alkalommal egy-egy élelmiszercsomagot eljuttatni a rászorulóknak. Évben ezekből a bizonyos feleslegekből körülbelül 1000 tonnányi élelmiszert tudtunk így megmenteni és szétosztani. Ennek az értéke körülbelül 1 milliárd forint volt. Az élelmiszerpazarlás egyik nagy vesztese maga a fogyasztó, hiszen a kidobott ételt is megvásároltuk. Több ezer forintot is spórolhat egy család havonta, ha tudatosan csak azokat a termékeket vásárolja meg, amelyekre valóban szüksége van. Legjobban a háztartásban úgy tudunk spórolni, amikor ételt készítünk vagy bevásárolunk, hogy készítünk egy bevásárlólistát. Én általában egy héten egyszer szoktam menni nagy bevásárlást csinálni, akkor kitalálom, hogy azon a héten mit fogok főzni, azt felírom. És akkor pontosan annyit veszek, amit azon a héten el is fogok készíteni, és így a minimális és legkevesebb kerül a kukába. A kenyeret meg szoktam szárítani, abból csinálok prézlit, az jó lesz a rántott húshoz, de hogyha kalács marad, akkor felszeletelem és beteszem a mélyhűtőbe, amikor nasira vágyódom, akkor megkenem vajjal, szilvalekvárral, beleteszem egy jénaiba, és egy kis tejszínes, teljes cukros keverékkel nyakon öntöm, és ebből lesz a kenyér. Környezetünk védelme nem csak a természet védelmet jelenti. Egy szelet kenyér előállításához 40 liter, egy kiló rizséhez 3500 liter vízre van szükség. Ugyanakkor a Földön 1 milliárd ember ma sem jut tiszta ivóvízhez. Talán kevés vásárlóban tudatosul, hogy minden feleslegesen megvásárolt élelmiszerrel természeti erőforrásainkat károsítjuk. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul.